Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. 30 hektár erdő telepítése, több mint 1600 városi fa ültetése és 7 kilométer zöld folyosó létesítése köthető a 60 ezer fa Békés Csabán Egyesülethez. A szervezet tagjai munkájukkal a virtuális erőmű program külön díját érdemelték ki, és vehették át múlt héten az Országházában. A munkáról és az elismerésről a szervezet vezetőivel elsőként Ulbert Zoltán elnökkel beszélgetek tegezőleg. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nagyon szépen köszi, és üdvözlet a nézőknek, a hallgatóknak. S legelőször is magamhoz ragadnám a szót, és a szerkesztőségünk nevében is gratulálok az elismeréshez. Köszönjük, ez a közösség elismerése, átadjuk. S szeretnének megkérni néhány gondolatban a nézők kedvéért. Fejtsd ki, hogy mi is ez a virtuális erőmű program, amelynek a külön díját most megkaptátok. Ez a virtuális erőmű program, ez ha jól tudom, 13 vagy 14 éve működik. Ez egy energiahatékonysági és energia meg nem termelési mutatószám. Nagyon komoly feltételekkel lehet ehhez csatlakozni. Én úgy tudom, hogy több száz cég csatlakozott ehhez. Ez szektorsemleges, ide jelentkezhetnek vállalatok, jelentkezhetnek önkormányzatok, jelentkezhetnek, végülis én úgy tudom, hogy még magánszemélyek is jelentkezhetnek ilyen különleges ötletekkel. És azt méri ez a VEP, ez a virtuális erőmű program, hogy mennyi az az energia, amit nem használtak föl, amennyivel kevesebbet fogyasztottak. És idén ez 1000 megawatt volt, és ezzel tulajdonképpen, hogyha ezt meg kellett volna termelni, akkor kellett volna Magyarországra még egy erőmű. Mivel ez nem kellett, ezért ez mindenkinek jó, és én azt hallottam ott, hogy az ENSZ is díjazta ezt a programot, és 500 jelentkező ilyen energia megtakarító program közül talán, ha jól emlékszem, a harmadik lett ez a virtuális erőmű program. Mi 2021-ben jelentkeztünk erre, de mi nem ilyen mérőszámokkal, tehát mi nem ennek a része érdekelt bennünket, meg nem is tudtunk volna abban jelentkezni, hogy mennyivel kevesebbet fogyasztunk, de vannak külön díjak mindig. A jó gyakorlatokat, a szemléletformálást és a tevőleges hozzájárulást a bolygó úgymond állapotának a javításához, ezt is díjazza ez a virtuális erőmű program, és most is volt jó néhány díjazott, mi voltunk az egyikek. Hogyan fogadtátok egyébként? Számítottatok rá? Mi ezt tudtuk, hogy díjazottak leszünk ebben, de fogalmunk nem volt pontosan, hogy ez mikor, meg hogy. Az én számomra az április 28-án derült ki egy e-mailből, hogy akkor május 4-én lesz ez az átadás, úgyhogy de nagyon örültünk neki, mert nem hiszem egyébként, hogy lenne még egy ilyen aktív közösség, amit Békés Csabán megformálódott. És én szerintem meg is érdemelte az a több mint 1000 ember, aki ebben tevőlegesen már eddig is részt vett. Így van, és hogyha magát az egyesületet nézzük, és ezt a közösséget, az egyesület 4 éve indult úgy hozzávetőlegesen, és én megnéztem, akkor is voltatok bent a stúdióban beszélgetni, és akkor még távoli tervnek tűnt, olyan 2-3 évre datáltátok, hogy majd a 60 ezer darabos létszámot, facsemetéket eléritek, hát ezt már az első évben sikerült. Azóta pedig ugye, ha csak az erdősített területeket nézzük, 30 hektárnál tartotok. Igen, hát ez még nem nagyon hintettük el a csoportunkban se, de nekem van egy ilyen ötletem, hogy nyáron csinálunk egy Nézzünk meg 1 millió fát a határban című programot, és kisiskolásoknak, óvodásoknak megmutogatnánk ezeket a kis erdeinket, ahol már a nagyságrendekkel több mint 60 ezer fa nyújtogatja a kis leveleit, és nagyon, nagyon büszkén végigvezetnénk őket, és mesélnénk ezekről a kis erdőcskékről, amiket így a közösségünkkel együtt alkottunk. Hogy áll most egyébként ez az állomány? Nyilván eltelt egy néhány év, magoncok lettek, kis facsemeték lettek. Mennyire viselték például az időjárás viszontagságait? Rosszul. Volt olyan, a legnagyobb erdőnket, az Ancsin 3-at, ami közel 11 hektár, azt újra kellett vetni makról, de megint meg kellett gyűjteni a makokat, nem is tudtuk mind meggyűjteni, mert a magtermés is rossz volt, újra kellett elegyíteni több mint 1000, hát olyan 1500 facsemetét,
katasztrófa volt a 2022-es év, a 2021-es is, de a 2022-es az még arra is rádobott egy lapáttal. Iszonyat mennyiségű kitartás kell ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni, de az megvan, hál' Istennek. Akkor idénre nézve is ez a fő terv fenntartani az eddig létrehozottat, vagy azért előrébb is tekintetek? Hát nem akarom lelőni a poént, majd arról a Pali fog beszélni, hogy mik a terveink. Erdősíteni akkor tudunk, hogyha van terület. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre olyan terület, amit így közösségi erdősítésre felajánlott volna bárki, de természetesen nem adjuk fel, van rengeteg ötletünk, hogy hogy lehetne bevonni területeket, de van már, amit be lehet, azt majd a Pali majd fog arról mesélni, nem állunk meg, és természetesen az az alap, hogy amit eddig megcsináltunk, azt fenntartjuk. A közösségi oldalatokon úgy fogalmaztatok, hogy a ti erőműveteknek a motorja az a lakosság. Ez így van. Mekkora most az aktív támogatói táborotok? Ez úgy érdemes nézni, hogy mindenki, aki akár egy ültetésen is ott volt, már hozzánk tartozik, már közénk tartozik. Természetesen ez olyan emberből van legtöbb, aki csak néhány alkalommal volt, de az is több, mint 1000. Hát én szerintem, hogyha belevennénk az iskolásokat, óvodásokat, én szerintem ez inkább 2000 már ez a létszám, aki már volt kint velünk terepen, és hozzájárult ehhez az egészhez. Az a nagyon kemény mag, aki tényleg sokszor szinte mindent félre dob, hogy ezt tudja csinálni, az is olyan 20-30 fő. És hát van, amikor 70-en jövünk össze, van, amikor 3-an jövünk össze, van, amikor 20-an jövünk össze. Most például a legutóbbi kapáláson 18-an jöttünk össze, és marhára örültünk neki, mert meg tudtuk csinálni a terveinket. Mindig sikerül. Valahogy mindig összejön annyi ember. És ezek a résztvevők mind önkéntesek, önként áldoznak időt, energiát arra, hogy ebbe a harcba gyakorlatilag, ebbe a küzdelembe beszálljanak, és most az utóbbi időben ezt elkezdtétek jutalmazni, és milyen formában? Igen, hát én úgy gondolom, hogy ez az önkéntes meló, amit beletesznek az emberek, ez egyébként már 2019-ben kitaláltuk, hogy annyira hihetetlen energiák vannak itt ebben, hogy mi szeretnénk valamit ezért adni. Azon kívül persze, hogy mindenki azért csinálja, hogy jobb legyen a jövő, és mi nem tudunk adni pénzt, meg sütit, meg teát, azt rendszeresen adunk, ugye? De aztán kitaláltam ezt a Fabatka nevű ilyen kis kedvezményjegyet, és azt gondoltam, hogy ha vannak olyan vállalkozások itt Békéscsabán, vagy akárhol, bárhol, akik úgy gondolják, hogy az a munka, amit beletettek ezek az aktivisták, azt ő szeretne ebbe belevonódni, de nem tud, mert mondjuk, mit tudom én, olyan a fizikai állapota, vagy messze van. De hogy azzal be tud vonódni, hogy ad valamilyen kis kedvezményt az ő szolgáltatásából, termékéből, és hát nagyon lelkesen jelentkeznek erre is az emberek. Úgyhogy mi ezt tudjuk adni, és reméljük, hogy ebből is lesz egy divat, hogy szexi lesz a 60 000 fát így is támogatni. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, további hasznos munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Stúdiónk második vendége Polják Pál, a 60 000 fa egyesület alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örülünk, hogy itt lehetünk, és köszöntöm a nézőket. Az elismerés posztjának kommentjei között valaki megjegyezte, hogy nem az ünneplős a szokványos viseletetek. Az egyesület történetében pedig kialakult a csinálás fogalma. Ez honnan jött? Tőlem származik, de nyilván a közösség energiája inspirált erre, hogy olyan emberek gyűlnek körénk, akik, és ennek az ellenpárját, az elmondást megunták, és tevőlegesen hozzátesznek a közös célunkhoz. Kiszállnak a fotelből, ledobják az egyéb dolgaikat, és olyan ruhába, csinálós ruhába, amit az ember koszolhat, szerszámot ragadnak, összeállnak, társaságba szerveződnek, és megcsinálják az eredményt. Mik a most aktuális teendők? Zoli elmondta az imént előttem, hogy rengeteg eredmény született 3,5 év alatt, egy picit talán előre is szaladtunk, utol kell érjük magunkat abban, hogy az erdőinket karban tartjuk, pótoljuk, mindenféle javításokat elvégzünk, itt több mint 2 km kerítésről beszélünk, sőt jóval többről, csak kis réten, mindenféle hibák érik őket, vadkár, mezőgazdasági gépek okoznak benne károkat, ezeket kell
az eredeti állapotba vissza tegyük. A két aszályos év kárait még mindig pótoljuk, ahogy a csemeték elindulnak, úgy lehet meglátni azokat a kelési hibákat, száradásokat, amiket pótolnunk kell, egész egyszerűen ott a sorok nem zöldek, ezeket ki kell javítsuk, és azt gondolom, hogy a területfelajánlás jelenlegi állása szerint a dűlőprogramot kell majd elővegyük idén, ami azt jelenti, hogy a körülöttünk lévő önkormányzatokkal, elsősorban Mezőberénnyel, velük már el is indult be, és számoltatok róla, köszönjük szépen itt is, illetve Kamuttal és Murony önkormányzatával összefogva a környékbeli, elsősorban a felső nyomás, Békés Csaba északi részén lévő kopasz dűlőket fogjuk gorcső alá venni, kiméretjük őket, birtokba helyezzük azok területén az önkormányzatokat, hiszen a mezőgazdasági művelés nagyon leszűkíti a dűlők területét az eredeti állapotukhoz képest, és ilyen vonalas zöld folyosó létesítményeket fogunk ott létrehozni. Ez az a munka, amit idén nagyon előtérbe kell helyezzünk. Ez miért fontos, miért nagy ennek a jelentősége, hogy ez megvalósuljon? Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki kimegy Békés Csaba határában mondjuk a hulladékkezelő műhöz, és feláll az autójának a tetejére, akkor egy jó távcsővel a kondorosi templomról leolvassa az órát, hogyha az éppen működik, meg van is talán ott egy óra. Van, igen. És egész egyszerűen lepusztítottuk a dűlőket, tehát ezek valamelyest élőhelyként funkcionáltak régen, illetve a tanyavilágban összekötötték az embereket, egy dűlő élet volt. Ugyanúgy, ahogy a dűlőkből, illetve a mezőgazdasági területekről a tanyavilág kikopott, ugyanúgy tűnt el az élőhely is. A mezőgazdasági termelés az eszközök átalakulásával, a gépek méretének köszönhetően egész egyszerűen kivágták, kipusztították le, mondhatom azt, hogy gyalázták ezeket a dűlőket. 2-3-4 méteres és földsávokról beszélünk, ahova összeszűkültek, már a gépek sem férnek el egymás mellett, egész egyszerűen ki kell térniük valamelyik gazdának a földjére, be kell menjenek, hogyha két traktor találkozik. Nincs ez így rendjén, és mi azokat az állapotokat szeretnénk visszaállítani, amit 50-60 évvel ezelőtt még megvolt ezekben a dűlőkben. Az idősebb aktivistáink még tudnak erről beszélni, és onnan származik a történet, hogy árnyékban el lehetett menni mondjuk Kondorosra, Békés Csabáról a dűlők mentén. Hogyha valaki most kimegy, például tavaly nyáron kiment volna, akkor lehet, hogyha nincs nála elegendő víz, akkor nem jutott volna át mondjuk, mert ilyen szaharai körülmények alakultak ott ki. Így van, és hogyha már a szaharai körülményekről és a rendkívüli vízhiányról is beszélünk a tavalyi aszálynak köszönhetően, az öntözés is nagyon fontos feladatotokká vált, és erre ma már többfajta lehetőségetek is van. Mik ezek? 2021-ben találkoztunk a tevékenységünk végzése alatta az aszállyal. A tavaly az még durvább volt, azt hiszem, hogy másfél hónappal hosszabb ideig nem esett tavaly eső itt a környéken, mint 2021-ben. És hát láttuk már a 21-es évben láttuk, hogy micsoda összefogást hozott a lakosságnak, átment ez. Az aktivistáink, illetve a lakók kannákat ragadtak, a kutak elindultak, volt, aki a kútcsövet helyezte ki az utcára, és igazából be sem kellett mennünk, csak egy csapot megnyitni, összehozta a lakosságot. Ez aztán 2022-ben még jobban felerősödött, ott már önszervezőek voltak, 2021-ben koordinációra volt szükség, 22-ben azok, akik 21-ben ezt elkezdték, már ők szervezték meg gyakorlatilag utcaszinten az öntözéseiket, és aztán erre ráépül, vagy kicsit hatékonyabbá váljon a dolog, és elsősorban a külterületi világba ugye nehezebb kijuttatni a vizet, ezért egy tűzoltóautót is vásároltunk, környékbeli vállalkozók, aktivistáink adakozásából, az ötlet feldobása után néhány hét alatt összejött ez a jármű, ezzel 2000 liter vizet tudunk szállítani, egy hatalmas szivattyúja van, egy teljes értékű tűzoltóautó egyébként óriási nyomással és marha nagy buli egyébként azzal menni, 8-9 embert szállítva és akkor abból vételezve a vizet nyilván sokkal hatékonyabban tudunk kint működni. Ezen vagyunk túl gyakorlatilag odakint, illetve idén a Körös vízügyi igazgatósággal azt gondolom, hogy előrelépés tudott történni, hogy valóban megértették, hogy a belvíz elvezető csatornák a száj esetén a másik irányba is tudnak működni, úgyhogy szuper vízszinteket tartanak, és éppen a tegnapi napon köszöntük meg az egyik dolgozójuknak, meg is említem a nevét, Kárp Imrének, területi felügyelőként működik Kisrétben, hogy folyamatosan figyeli
a céljainkat, és velünk összhangban működteti a csatornák mindenféle elzáró szerelvényeit, és amikor lehetősége van, és az élővíz csatorna vízszintje ezt megengedi, vagy lehetőséget biztosít erre, akkor adja a vizet kisrétbe, és mi azokon a telepítéseken, ahol eddig tevékenykedtünk, tudunk gyönyörűen vételezni vizet. Azt láthatjuk, hogy a munka nagyon sok oldalú lett, ahogy hirtelen kinőtte magát az egyesület, hogyha fogalmazhatunk így. Egyszer telepítetek, egyszer gazoltok, egyszer öntöztök. Mi alapján hogyan dől el, hogy mikor melyik területre és hányan mentek? Meg kell említenem a Frankó Róbertnek a nevét, az erdészeti szakfelügyelőnk, aki szakmailag mögé állt ennek az egyesületnek, már 3,5 éve ugye rögtön az elején csatlakozott hozzánk, és azt gondolom, hogy leginkább ő, illetve vele közösen írjuk a kottát. Egész egyszerűen az időjárási körülményeknek, az ültetvények akkori állapotának, amikor ezek a megbeszélések történnek, eldöntjük telefonon, mindenféle üzenetküldő csoportokban, vagy személyesen, hogy akkor merre induljunk. Ő rendszeresen velünk együtt bejárja ezeket a területeket, és így születnek meg az irányok. Aztán ugye az ismert módon a közösségi médiában, illetve a zárt csoportjainkban kérünk létszámot, és egészen egyszerűen összejönnek a csapatok. Valamikor több helyszínen, valamikor, hogyha a feladat mérete nagyobb, akkor egy helyre fókuszálva végezzük el, amit kitűztünk. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Örülök, hogy itt lettem. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!